nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon durva dolgok történtek. Ültünk és vártuk, hogy hazajöhessünk. Gyakorlatilag 3200 turista ragadt ott a szigeten, a szigeteken, mert a kis szigeteken is, és így semmi. Tehát nem kaptunk információt senkitől, a helyi hatóságok részéről, nem voltak kint az oldalaikon, hogy hát nyugodjanak meg, vagy semmi, nulla. És akkor ők mondták, hogy szoktak így tüzeket rakni, meg így lezárogatni az utakat, meg mindent. Meg lehetett akkor is már ilyen gránátokat hallani. Ott már a belvárosban voltunk. És akkor, mikor már vitt haza minket, akkor már gumikat, meg kukákat égettek az utakon. Tehát, hogy így elzárva az utat. Na és akkor onnantól kezdve, hát nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon durva dolgok történtek. De ugye ez nem az emberek ellen irányult, hanem épületek ellen. És hogy annyira egyrészt felkészületlen volt a helyi hatóság, meg Franciaország sem gondolta, hogy ekkora gond lenne. És a másik, hogy egy teljesen kivéthetetlen dolgot kezdtek el csinálni, az, hogy egyszerűen molotov koktélokkal fölgyújtották az épületeket. Volt olyan reggel, hogy nem tudtam kinyitni az ablakot, mert akkora füst volt, hogy egyszerűen nem lehetett levegőt venni odakint. De ott bent is azért sok, bárhova néztünk, valahol égett valami. Lementünk azért a városba, portyáztunk, kerestünk valami kaját mindig, és akkor, de hogy ennyi. És akkor már ugye szükségállapot is volt, meg éjszaka kijárási tilalom, de mondjuk az pont egybeesett azzal, amikor sötét volt, tehát ott reggel 6 és este 6 között van világos, és a többi az sötétség. És akkor ott is azért mindig lehetett érezni éjszaka ezt a műanyag füstszagot, meg mondom hallani lövéseket, meg durranásokat. Mindig újra foglaltunk. Tehát mindig felhívtuk a légitársaságunkat, mikor törölték a járatunkat, mert az volt, hogy 14-én bezárt a reptér, és akkor mindig megadtak egyet, hogy na, akkor 18-án kinyit. Akkor megint azt mondták, hogy zárva tart. Akkor 22-én, és akkor ez így ment, hogy folyamatosan tolták ki, és a legutolsó az a 28-i járatunk után, vagy 25-én mentünk volna, és június 1-ére foglaltunk. És akkor már 28-áig zárva tartott, és utána már a június 1-én is, tehát június 2-i kinyitást írtak. Mi ugye azért a párizsi francia nagykövetséggel kapcsolatban álltunk végig, és ők se tudtak többet, mint mi. Tehát gyakorlatilag az infók, amiket tudtak, azokat mi mondtuk nekik. Így azért segíteni se nagyon tudtak, mi mondom, tehát proaktívak voltunk, és akkor mindig tovább foglaltuk a jegyünket. És aztán az ausztrálok meg az új-zélandiak úgy döntöttek, hogy akkor nem várnak a francia hatóságokra, hanem elkezdik evakuálni az embereiket, az ő turistáikat. Szóltunk a francia nagykövetségnek, hogy akkor kicsit próbáljanak ráfeküdni ők is erre a témára, és hát valószínűsítjük, hogy emiatt kerültünk mi is fel az evakuációs listájára az új-zélandiaknak, 20-nem tudom hányadikán, akkor jött egy mérges telefonkívás egy francia hölgytől, hogy most azonnal, mert azt se tudtuk, hogy hova viszik őket. Tehát voltak ilyenek, hogy ők Párizsba viszik közvetlenül őket. És akkor fölhívott a hölgy, és azt mondta, hogy most azonnal mondjam meg, hogy holnap vagy kedden evakuálnak minket Aucklandbe, Új-Zélandra. És mondom, is onnan tovább, ő azt nem tudja, jött, nem érdekli, mondjuk azt, hogy igen vagy nem. Hát mondom, azért ez nem ilyen döntés, megnéztük, Aucklandből 500 000 forint volt a repülője, egy haza, csak egy irányba,
És hát ugye mi ifjúsági munkások vagyunk, tehát hogy ezt nem így kipengetjük, meg ki tudja, hogy a biztosító ki fogja fizetni. Az is volt a probléma, hogy nem lehetett eljutni a reptérre, mert az kb. 60 kilométerre van a fővárostól, és ők barikádokat állítottak. Tehát, hogy ide ilyen rendesen, tehát úgy eltorlaszolták az utat, hogy ott aztán senki sem erre. Egy szállodába vittek minket, ott volt a gyülekező, és akkor onnan vittek minket egy busszal, vagy két busszal, ki az amúgy belföldi járatokkal operáló reptérre, amit átvette a francia katonaság, és akkor onnan indították ezeket a gépeket. Sokkal rosszabbnak vázolták föl, tehát ugye még mindig itt van a zsebemben a füldugó, amit adtak, mert tényleg nagyon hangos. Kellett, de hogy izé nagyon fog rázni, és nem fogunk tudni olvasni, hát én olvastam a repülőn. Ez egy 4 órás repülőút volt, ilyen militári zöld, és akkor hát belül ugye az ember ahhoz van hozzászokva, hogy mindenhol burkolat van, szép fehér, meg fölhúzzuk az ablakot, meg itt nem, tehát minden cső kilátszott, és ilyen nagy piros hálóba rendezett kötelek voltak, és akkor azokon voltak két sorba, két oszlopba, így egymás mellett az ülések, úgyhogy egymással szembe ültünk. 52-en voltunk, akiket kimenekítettek, és szerencsénk volt, mert másnap jött el az utolsó új-zélandi gép, és akkor ott, tehát a francia hatóság onnantól kezdve nem engedte, hogy több evakuáló gép menjen. És akkor Shanghai, Frankfurt, Budapest, és akkor éjfél körül értünk be. 10 napot vártunk. Nem szoktam Facebookon általában megosztani magamról dolgokat, bejelentkezés, ez az egyetlen, amit így megteszek, és mikor ezt így kiírtam, hogy a földi paradicsom, már tudtam, hogy ezt nem kellett volna, mert hogy már akkor tudtuk, hogy szervezkednek, és hogy benne van a pakliban, hogy itt lesz valami.